GeoGebra nevezetű matematikai oktató szoftvernek a képviseletében vagyok itt, és ez az előadás, ez a GeoGebra Mobile-ról fog szólni, ami is a JavaScript verziója a GeoGebrának, de nem akarok előre rohanni. Én Ancsin Gábor vagyok, mobilfejlesztőként dolgozom a GeoGebránál. Igazából 5-6 éve foglalkozom webprogramozással, tanárként dolgoztam, és másodállásban programoztam nagyon sokat, de utána rájöttem, hogy a kettőt nem lehet együtt csinálni, úgyhogy egy éve most már főállású programozó vagyok. Igazából weboldalt nem csináltam, csak kettőt azt is ismerősöknek. Amiben dolgozok, az konkrétan ügyviteli rendszerek, tesztelőrendszerek, JavaScriptes verziói, tehát minden ilyen nagyobb mérvű projekt, amelyikhez programozási háttér kell. Rajtam kívül persze ebben a csapatban még nagyon sokan dolgoznak. Markus és Mike, ők, Markus tehát a készítője, az írója ennek a GeoGebra nevezetű programnak, 2001-ben írta, mint szakdolgozati témát, és azóta töretlenül fejlődik a program. Mike pedig a vezető fejlesztő, végül is hozzá szoktunk fordulni minden olyan kérdéssel vagy kéréssel, amelyik az egész kódbázist kódbázishoz kapcsolódik. Magyarok is nagyon sokan vannak, Kovács Zoltán, ő már kint végzi most a doktoriát szintén Linzbe, Markus mellett. Nagyon sokáig volt a magyar csapatnak a vezetője, akkor Éliás Judit itt van közel, Tökölön dolgozik, szintén magyar fejlesztő, és Fekete Árpád szintén magyar fejlesztő, és egyébként a support staffba, hogy úgy mondjam, tehát ilyen titkári részben is vannak magyarok, úgyhogy elég nagy a magyar ellátottsága, hál' Istennek a GeoGebrának. A GeoGebra az egy matematikai oktató szoftver, itt egy pillanatnyi képet láthatunk róla, végül is a geometriát és a algebrát, innen származik a neve, kapcsolja össze. Jávába íródott a program, ez 10 éve fejlesztett program. Látjuk hátul, aki esetleg Jávába fejlesztett, hogy az Eclipse nevezetű fejlesztőkörnyezetet láthatjuk hátul, és hogyha oda csomagokra pillantunk, akkor látjuk, hogy elég nagy a kódbázis, de erről majd fogok még beszélni. Nagyon jó a kezelőfelülete, talán ez az oka annak, hogy ennyire elterjedt, nagyon sok iskolában használják. Egy nagyon kényelmes, szinte kínáltatja magát, hogy használjuk, és általános iskolától egyetemig, mint ahogy itt föl is írtam, mindenhol használható. Van benne táblázatkezelő is, és ezzel mind az algebra, a szerkesztés és a táblázatkezelő, ezek össze vannak kapcsolva egybe, tehát igazából egyik részen változtatok, az látszik a változás a másik táblába is, vagy a másik nézetbe is, ezért hívják ugye dinamikusnak. Webesen megosztható, ugye a Java appletekkel a weben megosztható, úgymond. Ebből is adódik a problémánk majd később, de ezzel se rohanjunk ennyire előre. 50 nyelven elérhető, tehát igen, sok nyelvre lefordították, egy igen nagy projektről van szó, és persze ingyenes és open source, ezért amiért itt vagyok én is ezen a konferencián. Csak pár szót, hogy milyen díjakat nyert, elég sokat, és ilyen szép GeoGebra t-shirtet is lehet rendelni, hogyha óhajtunk. Ezt én ingyen kaptam, úgyhogy csak úgy mondom, hogy mint GeoGebra csapat. Most épp a 4.0-as verzió van élesben kint. Pár olyan dolog van gyorsan felsorolva, amennyire látszik, amit tud. Igazából a GeoGebra Tube-ról még fogok beszélni, ez a YouTube-nak a GeoGebrásított változata. A GeoGebra Prime az egy érdekes, az kisiskolásoknak származó, vagy kisiskolásoknak való program. Annyira egyszerű és könnyen kezelhető, hogy az ő kis képzeletüket is meg tudja fogni, és rengeteg olyan opció van benne, amelyik érdekes és hasznos lehet. Aki akarja, próbálja ki. Igazából most nem célom, hogy én a GeoGebrát bemutassam, csak pár szóba még a jövőbeli verzióról. Egy computer algebra rendszer lesz beépítve a 4.2-es verzióba. Ez igazából olyan számításokat is meg fog engedni, amiket eddig nem sikerült a programmal elérni. Igazából matematikus se vagyok, úgyhogy ebben a részben se fogok belemenni. A GeoGebra Tube az egy nagyon érdekes kezdeményezés, ugye ez a YouTube-nak a mintájára készült, ahova föltölthetik a felhasználók a
különféle szerkesztéseiket, és innen megnézhetik, elküldhetik e-mailbe a linket, vizsgálhatják, kipróbálhatják, stb. Lájkolhatják, vagy akármit, amit szeretnének vele. Tehát ez egy nagyon jó arra, hogy megosszuk egymással a különféle szerkesztéseinket. Gyorsan pár szóba elmondom, hogy mi magyarok hol vagyunk ebbe benne. Ezt igazából Pafarga Zsuzsanna, kedves kollégám, hogyha itt lenne, ő mondaná el, de neki most a Varga Tamás napokon fő szerepet kell játszania, ezért kért meg, hogy az intézetekről beszéljek. Rengeteg intézet van, GeoGebra intézet minden országban, hogyha ezt megnézzük az oldalon és legörgetjük, akkor ez egy elég hosszú listát fog kitenni. Természetesen mi magyarok is több intézettel részt veszünk ebbe a projektbe. Ez a látogatottság, hát ez mindig változik, de havonta egy olyan 2 és 4 ezer közötti látogatottság, nyilván Pesten a legtöbb, de szétszórva a városban vagy az országban mindenhonnan töltenek a GeoGebra nevű oldalról, és itt látjuk, hogy szintén a magyar látogatók száma, ez régebbi adat, de látjuk, hogy pont a Varga Tamás napokon ott 10 000-re fölugrik, úgyhogy valószínűleg most is éppen ez történik, hogy hirtelen megugrik a látogatottsága a GeoGebra oldalnak, de ahogy látjuk, alól egy olyan 4 000-es látogatottság szokott lenni. Viszonyításképpen a változóan Amerika és a franciák azok, akik vezetnek, de ők olyan 18 000-es, tehát ők sokkal nagyobb látogatottsággal nézik havonta ezt az oldalt. Fő tevékenységeink, különféle workshopok és előadások, ez főleg tanárképzésre vonatkozik. Fordítás, ugye magyar nyelvre való fordítás és segédanyagok, tankönyvkiadók is foglalkoznak vele egyébként. A szoftverfejlesztés, arról fogok majd mindjárt bővebben beszélni. Különféle kutatások és pályázatok, ezt külön kiemelném, mert itt a konferencia szervező is az egy GeoGebrás órán pályázatot támogatták, amit nagyon köszönünk, és a szoftverfejlesztést is támogatták, aminek ez a GeoGebra Mobile, amiről mindjárt hallunk, nagyon sokat köszönhet. Na most mi az a GeoGebra Mobile? Ugye, hogy szemléltessem a problémát, az a probléma, hogy mi hibázik a képen. Hát ugye a igazság ligáját, hogyha Androidon, vagy pedig iPhone-on néznénk, akkor valami ilyesmit látnánk, ki tudja, hogy ki hiányzik innen. Elmondom, hogy onnan ki hiányzik, szegény Flash. Flash nincs ott, ugyanis, hát ugye hallottak róla jót vagy semmi, de Steve Jobs úgymond az interneten megölte Flash-t, ugyanis nem engedélyez semmilyen plugint az Apple-nek a iPhone, iPod és a iPad verzióiba, így nem engedélyezi a Jávát, és ugye nem engedélyezi a Flash sem. Ennek most, hogy mi a logikája, abban nem menjünk bele, ők azt mondják, hogy azért, mert ők csak az ő saját boltjukból, az App Store-ból akarnak pluginokat belerakni, és ha már itt a HTML-5, amiről majd fogok beszélni, akkor nekik nem kell Flash. Így nincsen Flash, de nincsen Java se, tehát nincsenek pluginok a böngészőbe. Na most, mivel az Applet ugye az egy pluginként működik, ezért nem tudjuk megnézni a új androidos okostelefonunkon, vagy pedig a iPad-en, vagy az iPhone-unkon a szerkesztéseinket. Hát egy évvel ezelőtt, amikor kijöttek az iPad-ek, akkor még vitatkoztak róla az interneten különféle okos vagy kevésbé okos emberek, hogy ez mennyire lesz nagy durranás. Hát az eladási listák az azt mutatja, hogy nagy durranás. Az én két kisfiam az azt mutatja, hogy nagy durranás, mert otthon van nálunk egy ilyen fejlesztőeszköz, amit én kaptam fejlesztőeszközként. Hát éjszaka hozzáférek néha, mert a feleségemmel és a két kisfiammal kell közelharcot vívjak, hogy valamelyik ilyen okostelefonnal vagy iPad-del tudjak én is játszani, és kipróbáljam, hogy mire haladtam a fejlesztésbe. Tehát azzal igazán nem tudunk vitatkozni, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor meg akartam nézni reggel az e-mailjeimet, akkor felkelek, felöltözök, fogatmosok, beülök a gép elé, és akkor bekapcsolom kényelmesen egy kávéval. Aztán 2 évvel ezelőtt már megkérem a kedvesemet, hogy hozz már ide a laptopot, légy szíves, és akkor megnyomok egy gombot. Most már csak kinyúlok ugye jobb oldalra az iPad-ér, vagy az Android telefonér, és akkor ott van minden helyben. Tehát erre lehet mondani dolgokat, de egyszerűen az idővel én szerintem vitatkozni nem lehet. Tehát ezek a termékek nagyon bejöttek, és még jobban be fognak jönni. Na most a cél ugye az, hogy az okostelefonunkon, vagy az iPhone-on, iPad-en lássuk a GeoGebra fejlesztést, mert
már olyan szoftverek is, akiknek nem olyan fontos a nézet része, ők is próbálnak mobilos verziót csinálni, sőt, azt mondják újabban a webfejlesztésben, hogy a mobilos verziót csináljuk először, és utána azt úgymond változtassuk vissza asztali változatra. Hát egy olyan programnak, mint a GeoGebra, akinek a nézet a lényege, annak, hogyha nem fut egy ilyen androidos eszközön, az egy nagyon kellemetlen érvágás, és ezzel kezdenünk kellett valamit. Na most az új remény ugye, az nem a Star Wars azon kívül, hanem, és nem Luke Skywalker, hanem a HTML5. A HTML5 az egy új szabvány igazából, amit a legtöbb böngésző implementált. Hát ez már egy régebbi ábrák láthatók itt. Azt merem állítani, hogy Chrome-ban, Firefox-ban, Opera-ban, és Safari-ban szinte 99%-ig implementáltak ezek a dolgok. Internet Explorer 10 az pedig nagyon igyekszik, és azt merem mondani, hogy föl fog zárkózni, tehát azzal sem lesz probléma. Ami igazán érint minket, az az ecsetes rész ott fölül. Nagyon sok HTML5 dolog van, ami nagyon hasznos, például geolokáció, tehát olyan dolgokat tudunk megcsinálni, amiket eddig még álmodni sem mehetünk volna a böngészőbe, videó, audio, stb. De a canvas rész, tehát a rajzvászon az, ami a GeoGebrának egy nagyon nagy segítség, ami nekünk megadta azt a lehetőséget, hogy így Androidon és iPhone-on, iPad-en tudjunk valamit kezdeni ezzel a problémával. Hát mit akarunk csinálni? Mit tudunk csinálni, hogyha egy asztali alkalmazást, amit már megszoktunk és megszerettünk, webes alapra akarjuk átvinni? Itt a lehetőségeink az, hogy megnézzük, hogyan működik, ugye, és átírjuk JavaScript-re. A HTML5 az JavaScript-en, tehát egy JavaScript API-t használ a működésére. Aki tud JavaScript-be programozni, az tud HTML5-be is programozni, és tud HTML5-ös dolgokat használni. Viszont egy meglévő alkalmazásnál ugye megnézzük, hogy működik, átírjuk JavaScript-re. Hát, hogyha belenézzünk a GeoGebra kódjába, ez a kis konzolos, kis Linuxos csodával, akkor azt látjuk, hogy 3710 JavaScript, Java file található benne, és 924.524 sor, és ez folyamatosan növekszik. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egy programozó, vagy öt programozó, vagy tíz programozó leül és ezt megcsinálja, ez kizár dolog. Tehát ez sajnos ennél a dolognál nem működik. Másik az, hogy meglévő rendszert használunk, biztos tudjuk azt, hogyha a weben szétnézünk, akkor egy problémára 20 válasz, beírjuk a Google-ba, és akkor ki fog jönni 20 lehetséges válasz. Ez így van ezzel a dologgal is. A ESX Graph az a szoftver, amit nagyon ajánlok olyanoknak, akik webprogramozásban dolgoznak, és nem szeretnének nulláról indulni ilyen rajzolásokkal, ami itt az ábrán is látható. Ők próbálják ezt ki, mert igazából itt egy kis előre definiált script nyelvet kapunk, ami JavaScript-ben van létrehozva, de nagyon sok olyan függvény, osztály és olyan dolog van, amik már előre meg vannak írva, és akkor azt én tudom használni. Például nem pont matematikai alakzatokra, hanem a képen ki akarok jelölni valamit, vagy egy olyan képszerkesztőt akarok csinálni, amelyik a webben működik, akkor egy ilyen szoftver az tökéletes. Nekünk sajnos azért nem volt tökéletes, mert a háttere, tehát a működése az, hogy két geometriai alakzat, mondjuk egy kör, meg egy négyzet, hogy viselkedik egymással, mikor okoznak egymásnak meccéspontokat, hogyan lehet őket együtt mozgatni, tehát a háttér az nem működött ugyanúgy a két programban, és ugye mi azt várjuk, a fejlesztők is, és a felhasználók meg főleg azt várják, hogy ugyanaz a funkcionalitás legyen ezen a telefonon, mint amit ő lát az asztali böngészőjén. Tehát ez se volt jó megoldás, mindattól függetlenül nagyon javaslom annak, aki ilyen problémával kerül szembe. A megoldás az, hogy a kódot lefordítjuk JavaScript-re. És erre létezik, tehát Java alkalmazás webre való fordítására létezik már megoldás, és ezt a Google találta ki, ez a Google Web Toolkit. Úgy hívják, vagy GVT, vagy GVT magyarosan. Ez igazából egy Java-JavaScript fordító és Eclipse plugin, de parancsorból is lehet, tehát aki azt szeretné, hogy parancsorból fordítsa le az alkalmazását, az is megoldható, de Eclipse alatt nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni.
több permutációt csinál a böngészőkre, az azt jelenti, hogy optimalizálja Safari-val, Firefox-val, Internet Explorer-rel, stb. Tehát nekünk nem kell azzal foglalkozni, hogy fog-e futni a kód az alatt a böngésző alatt. Ha lefordítom, akkor fog futni. Ha nem fordul le, akkor nem fog futni. Tehát ez egy nagyon nagy segítség, hogy nem kell böngésző specifikus dolgokat programoznom bele. Különféle új feature-ök vannak, témák, amiket mindig frissítenek, azzal se kell foglalkoznom. Letöltöm a legújabb verziót, vagyis pontosabban szól az Eclipse, hogy új verzió van, és akkor én megkapom az új dolgokat. Nem is kell szinte néznem, hogy most akkor mi az, ami működik, mi az, ami nem. Mindig a legújabb verziót kapom, és a HTML5 támogatottsága eléggé nagy. Azért ezt érdemes folyamatosan követni, aki ezzel foglalkozik, hogy mi az, amelyik támogatott, mi az, amelyik nem, mert folyamatosan frissítik, és lehet, hogy egy olyan dolog, amit én megírtam JavaScript-be, mert GVT-be attól, hogy ez Java-ba írodott, tudunk JavaScript-be is programozni, tehát én megírom JavaScript-be, és közben a Google-ös fiúk már kitalálták, hogy ez működik, ezt meg tudják csinálni, akkor a következő verzió lefrissül, és akkor azt érdemes átírni Java-ba, mégpedig azért, mert azt mindjárt meglátjuk, hogy mit csinál a GVT a Java kóddal. Nagyon fontos a debug lehetőség. Én még nem láttam a Firebugot. Nagyon szeretem, aki ismeri a webfejlesztést, az biztos, hogy sokat használta, de ilyen debuggert, mint ennek a GVT-nek van, még nem láttam. Gyakorlatilag léptethetjük a kódot, megvizsgálhatjuk az objektumokat, pontosan olyan, mint a Java kódnak a debuggerje, egy nagyon-nagyon kényelmes és barátságos dolog. Az eredmény az pedig, ugye ez a Google Chrome-ba látható Homer-nek a verzióját, itt lehetne húzni a képet, meg stb. Ez most csak egy a millió példa közül. Viszont az eredmény az egy nagyon érdekes JavaScript kód. Aki kódolt már JavaScript-be, az látja, hogy ez nem emberi fogyasztásra való dolog. Tehát ezt a GVT fordítja ilyenre le, úgymond optimalizálja, kiveszi belőle az összes oda nem való üres karaktert, meg mindent, kommentet, és a változókat pedig átnevezi, úgyhogy gyakorlatilag ABCD, tehát minél minimálisabb kódot hozzon össze, és így egy hihetetlen gyors kódot is kapunk, tehát a hálón is gyorsabban átjön, és a böngésző is gyorsabban értelmezi, mert ugye ő neki mindegy, hogy most én a változómat, mit tudom én, Pistike változójának hívom, vagy B-nek, ha B-nek hívom, akkor az gyorsabb ő neki értelmezni, mint egy hosszabb mondatot, vagy hosszabb változót elolvasni. Ez így jó volt, és örültünk neki, és boldogok voltunk, és működött is. De az volt a probléma, hogy nem volt közös a kódbázis. Ugyan a fejlesztésnél Java kód volt mind a kettő, de a GeoGebra-t fejlesztették a GeoGebra fejlesztők, akik Java-ba előre nézően, ellenzősen csak azt csinálták, mi pedig páran fejlesztettük a JavaScript-et, tehát magyarul, amikor ők csináltak valamit, akkor mi azt átmásoltuk egy külön branch-be, egy külön ágba, és akkor azt átalakítottuk, hogy kompatibilis legyen GVT-vel. Na most nem minden kód kompatibilis, az a baj, hogy a Java-nak ugye a JR-re, ez a Runtime Environment, ez nem mind kompatibilis a GVT-vel, vannak olyan osztályok és olyan funkcionalitások, amik nem működnek, arra oda kell figyelni, ki kell cserélni, vagy mást kell kitalálni, és akkor működni fog az alapkódunk, de ezt meg kell csinálni. Tehát ez így az a probléma, hogy két külön kódbázis volt. Mégis mind a kettő Java volt, nagyban hasonlított, de a fő verziótól mindig egy kicsit el voltunk csúszva, a fővonal mögött fejlesztettünk, és ez dupla munka volt, ugye, mert mindig azt, amit a másik Java fejlesztő megcsinált, azt nekünk át kellett nézni, és akkor újra fordítani és megnézni, hogy működik-e a mi verziónkban. Viszont a felhasználók azt szeretnék, mint ahogy mondtam, hogy közös funkcionalitás legyen, tehát ugyanaz legyen az asztali gépen, mint a mobiltelefonukon. Na most ennek a megoldása az, és ezt fogjuk most már csinálni, hogy a desktop, egy web és egy common projektet fogunk csinálni, ami azt jelenti, hogy a desktop részbe azok a Java dolgok kerülnek, amik a GVT-vel nem kompatibilisak, amik a webben nem tudunk használni. Nyilván a megjelenítés, a gombok kinézete, stb. Ezek mind nem kompatibilisak a webbel, ezt külön rakjuk.
A webbe kerülnek a webbel kompatibilis dolgok, az volt, oda kerül a HTML5 rész, és ott a megjelenítés egy másik dolgot fog használni, míg a commonban minden olyan kód kerül, a kernel úgymond, amelyik a geoelemek, tehát például a négyzet, a kör, stb. A algoritmusait, és a egymáshoz viszonyuló, tehát egymáshoz való viszonyulását határozza meg, az mind a commonba kerül. Tehát magyarul, hogyha most már valaki fejleszt, és olyan algoritmikus dolgot fejleszt, amelyik mind a kettővel kompatibilis, akkor a webes fiúknak nem kell semmit se csinálni, hanem az használható úgy, ahogy van. Aki a desktopba fejleszt, mondjuk egy táblázatkezelőt vagy olyat, ami még nem fontos a mobilon, hogy működjön, az a desktopba teszi, és a webben megkerül a webes kód. Na most, ezzel, bocsánat, most kilépkedtem belőle, jó? Na most ezzel fantasztikus egyetértés volt, itt a kis csapatunk, és a konferencián, ami is augusztus végén volt, egy nagyon szép kis összejövetel tartottunk, ezzel megegyeztünk, meg dolgoztunk, meg kitaláltuk, és nagyon boldog voltunk, hogy ez így működik, és működni fog. És úgy döntöttünk, hogy ha már úgy is váltunk, akkor legyen egy új szerver Linzbe. Ugye egy webes projektnél az a probléma, hogy, és hát nem probléma, ennek örülünk, hogy sokan használják, de az, hogy sokan használják, az azt jelenti, hogy egy webszerver az ki tud készülni. Na most egy terhelés eloszlással lehet csinálni olyan dolgokat, ami ezen segít, és ezért ez az első lépés, hogy legyen egy új szerver Linzbe, és SVN, ez a Subversion verzió kezelő helyett legyen Git. Ugye miért akartunk mi Git-et csinálni? Azért akartunk Git-et használni, mert az egy centralizált, ugye ez a CVCS, ez a Centralized Version Control System, tehát a centralizált, központosított verziókezelő helyett egy distributed, tehát egy szétosztott verziókezelő. Nem tudom, a verziókezelővel mennyire vagyunk tisztában. Ez egy olyan dolog, amelyiknek az a lényege, hogy amikor kódol valaki, mondjuk 20-an kódolnak a projektbe, akkor azt valahova központba fölküldik, és a másik le tudja húzni a változtatásokat a saját gépére, és akkor ott az új, mindig a legújabb projekteket kapja, ez legújabb fájlokat kapja, ez azért jó, másrészt meg azért jó, mert ha a saját gépünkkel valami történik, akkor ott központban még mindig megvan a repo, ez a centralizált fejlesztés, amit például a Subversion csinál. Hogyha elosztott a fejlesztés, akkor is van központi repo, de az egész történet, amit én csináltam, és az összes fejlesztő csinált a kódba, az mind rajta van a saját gépünkön is. Az azért jó, mert nem kell hozzá internet például, hanem kényelmesen tudunk vele dolgozni, tehát ez a history a saját gépen, ez azt jelenti. És amikor úgy döntöttem, hogy az én projektállapotom az olyan, hogy most már fölküldhetem a központi részre, akkor megteszem, vagy más különféle lehetőségeket használok, amit az előttem lévő előadó el is mondott, hogy patchet küldök be, vagy stb. Tehát ennek sok lehetősége van. Lényeg az, hogy mindenki a saját gépén dolgozgat úgy, ahogy szeretne, és amikor kész van, akkor ha akarja, fölküldi, ha akarja, nem küldi. Ez egy olyan kicsit open source-osabb dolog ez a Git, tehát a distributed systemek. Ugye van a GitHub, amely nagyon jó elosztó helye ennek, millió-millió kódot találhatunk ott. Nagyon jó fájl és kódkövetése van, tehát ha egyik fájlt ugye át akarom rakni a Java projektből a webes projektbe, akkor ott jó, hogyha tudja az, aki nézi utánam azt a fájlt, hogy az honnan való volt. Mert hogyha egy új fájl keletkezik ott, akkor nem látjuk, hogy ki az, aki régebben szerkesztette azt a fájlt, és hol volt régebben az a fájl. Tehát ez nagyon fontos egy verziókövető rendszernél, ha már egyszer verziózunk, és a történettel foglalkozni akarunk, hogy ez mindig maradjon meg, akkor is a fájl átkerül. Na most a Git ezt megcsinálja. Index része van, ez azt jelenti, hogy úgy rakhatom össze a kódomat, ahogy nekem tetszik. Hogyha változtattam egy picit, pihenek, változtatok még egy picit, pihenek, megint változtatok, pihenek, most ráhagyom, most amúgy akarom, nem így akarom. Nagyon nagy változatosságot ad a Git, és fölrakhatom akár több commitba, tehát több részbe fölküldhetem egybe. Nagyon hasznos, ez a blame angolul azt jelenti, hogy hibáztatás. Nagyon hasznos abban, hogyha valami hibás kód van benne, akkor nagyon könnyen megkeresi. Ezt nagyon egyszerűen csinálja, úgy csinálja, hogy megmondjuk neki, hogy mikor volt még jó a projekt, melyik verziótól, mikortól volt hibás, és akkor befelezi, elfelezi, megnézi, itt jó-e, megnézzük, hát itt még jó. Akkor a következő, és itt jó, hát itt már nem jó. És akkor így gyakorlatilag egy bináris kereséssel nagyon könnyen meg lehet találni a problémákat. És ugye nagyon jó
nagyon gyors ilyen branching, tehát elágazás támogatottsága van, nagyon jól a kódokat, nagyon jól össze tudja húzni egybe, tehát igazából egy nagyon hasznos dolog, és Linux szereti, ugye a Linuxnak a atya, nagyon kedveli, olyannyira kedveli, hogy a kernelt azt ezzel tartják fönn. Olyan számok vannak a kernel programozásban, hogy valami hihetetlen, több százezer fejlesztő dolgozik, és mindezen a, mindezt a verzió követő rendszert használja, és tökéletesen működik. Na most az a hátrányai, ugye, hogy mi Java fejlesztők vagyunk, illetve én konkrétan JavaScript fejlesztő vagyok, de áttanultam egy kicsit Java-ba. A többiek ők komoly Java fejlesztők, és az Eclipse szokták meg. Általában Windows alatt fejlesztenek, én Linux alatt fejlesztek. Általában Windows alatt fejlesztenek, és ugye a Git az főleg egy parancsori dolog. Csináltak hozzá Eclipse-hez Git-et, de az meg olyan kicsit problémás. Új hozzáállást kíván, mert nem központi a verziókezelés, hanem mindenkinek a saját gépén van a verziókezelés. Mi hozzászoktunk, hogy központban fönn van az SVN szerver, ott látom, hogy ki mit fejlesztett, látom a timeline-on, idővonalon, hogy mikor kiküldte fel a kódot. Ez Git-ben nem így van, és nem igazán webközpontú, mint ahogy elmondtam, hogy ez a SVN szerveres dolog, amit mi megszoktunk, és a track nevezetű nagyon jó ilyen ticket, tehát ilyen jegyrendszert, amivel meg tudom mondani, hogy Gábor, te most ezt csináld, te most ezt csináld, te most ezt csináld. Ezt nagyon jól meg lehet oldani az SVN-nel. Itt nem igazán úgy működik, illetve más hozzáállást kíván. Ezért, amikor bemutattuk a fejlesztőknek a Git-et, ugye erre rá voltunk állva Zoli barátommal, hogy összerakjuk a Git-et a GeoGebrának, és akkor amikor bemutattuk nekik, akkor körülbelül egy ilyen feeling volt, hogy aha, jó ez, de hát akkor mégis, akkor most ezt hogy kéne csinálni? Tehát nem igazán kaptuk azt a visszajelzést, hogy szeretnének Git-re menni, sőt, odáig lyukadtunk ki, hogy valószínűleg megölnénk úgymond a projekt fejlesztését tovább, ha most mi azonnal átállnánk Git-be, mert a 30-valahány többi fejlesztők annyira megszokták ezt az SVN Java dolgot, ami jó egyébként, hogy nincs értelme váltani. Na most ennek az eredménye az lesz, hogy a Git-et azt elhalasztottuk fél évig, de lettek eredményei, tehát a GitHub-on már van úgynevezett official, tehát ilyen eredeti, vagy hogy mondjam, intézményi GeoGebra repo, és akit érdekel, az az én repozitoriumot is nyugodtan megnézheti, ott mindig a legújabb ilyen dolgok, frissítések lesznek fellelhetőek, de ezt a Git-es dolgot, ezt elhalasztjuk. Na most, aki még mindig Git-be szeretne programozni, és lehet, hogy én is úgy fogom folytatni, az még mindig megteheti, mert az SVN-t és a Git-et össze lehet hozni, erre vannak már eszközök, és ezért ezt mindjárt fogom is mondani, a fejlesztéssel. Aki fejleszteni szeretne, és nagyon várunk mindenki örömmel és szeretettel, mint minden open source projektnél, ők a geogebra.org/track oldalon, ez egy ilyen kis wiki, ott nézhetik meg, hogy miről is szól, hogy kell felrakni, mit kell csinálni, hogy lehet leszedni a kódot. Ugye az alapfejlesztés az az Eclipse, a Subversion plugin, amely a verziókövetés, és a Java CC az is egy plugin, tehát igazából az Eclipse-éhez két plugin kell felrakni ahhoz, hogy geogebrázhassak vele. Vagy, aki azt szeretné, hogy command line-ból és Git-tel dolgozik, akkor tehát parancsorból és Git-tel, az az Eclipse csak egy szerkesztőként használja, mint mondjuk a Notepad, vagy akármi, vagy a Vim, és Git SVN-nel küldi fel a változtatásait a szerverre. Ezt is meg lehet oldani, én valószínűleg ezt fogom csinálni majd. Ugye azok az előnyei a Git SVN-nek, hogy ez összeköti a Git-et és a Subversion, tehát a két említett verziókezelőt összeköti. Ennek az az előnye, hogy titokban használok Git-et, tehát a Git-nek az összes előnyét én használhatom, úgy rakom össze az én dolgaimat, ahogy nekem tetszik, összetolhatom a commitokat, szétszedhetem a commitokat, úgy variálom, ahogy nekem tetszik, de arra figyelek, hogy a története a fájloknak az lineáris maradjon, tehát egyenletes maradjon, és utána kiadom ezt a parancsot, hogy Git SVN Rebase, az lehúzza a központi szerverre a változásokat, és kiadom, hogy Git SVN Decommit, az meg az én változtatásaimat visszarakja, és az SVN-es fiúk nem vesznek észre semmit abból, hogy én Git-tel csináltam bármit is. Viszont vannak buktatói is ennek, a Git SVN-nek, az, hogy
nem olyan szigorú, tehát a projektet egy olyan állapotba hagyhatja, amelyik számunkra is meglepő lehet, fájlokat átírhat, stb., mert ugye ő ilyenkor az egész új változást lehúzza, és viszont ilyenkor a gittes nevezetű, aki gittet használ és szereti, az esetleg tudja, hogy miről beszélek, az sokszor segíthet ilyen esetben. Ha valamit csináltunk rosszul, és mindenkit várunk szeretettel, aki fejleszteni szeretne, meg akit érdekel, meg aki ezzel foglalkozni szeretne, és köszönöm szépen a figyelmet. És akinek valami kérdése van, vagy óhaja, az nyugodtan írjon nekem egy e-mailt, és örömmel fogok változtatni, vagy válaszolni rá, hogyha tudok.